A Siolgárdi népdal köd bemutatkozását időzítette Vágóné Iván Katalin kiállításának megnyitójára. Aki csak úgy futólag ismeri őt, akkor találkozik vele, ha vénnyel a kezében áll a gyógyszertárban. Katalin eredeti szakmáját tekintve patikus. Mindig nagyon szerettem rajzolni. Talán még a szüleimtől indulnék. Az édesanyám nagyon szépen rajzolt általában női fejeket, és imádtam. Édesapám pedig például perzsa szőnyeget szőtt, ő is gyógyszerész volt, meg anyukám is. Amikor gimis volt, mindig szerettem rajzolni. Iskolába is mindig a padot telefirkáltam, a nap végén le kellett mostom. És hát gimis koromban, elsős koromban jártam Dús Lászlóhoz, ő Zalaegerszegen egy képzőművész volt. Ide kerültem Szekszárdra, és megismerkedtem Baki Péterrel, és pont most néztem meg, hogy 20 éve kezdtem el hozzájárni. És ki más nyithatná meg a kiállítást, mint az egykori tanár, Baki Péter. Státuszát tekintve Katalin amatőr művész. Mielőtt ez bárki úgy érezné, hogy ez egy minőségi státusz, leszögezném, hogy nem feltétlenül az. Ez tény, illetve egy köztes állapot. Tény, hiszen Katalin a munkája mellett kevéske szabad idejét áldozza erre az egyébként embert próbáló működésre. Erre a vállalásra, mely minden alkotás létrehozásakor kemény küzdelemre készteti az alkotót, még akkor is, mikor látszólag maguktól születnek a művek. Nagyon sokat változott, fejlődött az utóbbi időben, és rátalált, úgy látom, egy olyan eszközre, ez a pasztell, amiben ki tud teljesedni, és persze én nagyon büszke vagyok erre, és örömmel látom azt, amit produkál. Az, hogy megnyitni, hát ez egy olyan dolog, hogy az ember, ha egyszer megnyit egy kiállítást, akkor fölvállalja az ott lévő dolgokat. Mert hát az mégiscsak hülyén néz neki, hogyha az ember elkezdeni kritizálni a kiállítást, ha megnyitom. Úgyhogy felvállalja ezeket, ezeket fel lehet vállalni. A Kati, ugye hát amatőr művész, ez tény, ezt nem kell szőnyeg alá söpörni. Ezen belül azok közé tartozik, aki mindig fejlődik, minden évben, akárhányszor találkozom a munkájával, mindig tud előrelépni, mindig fejlődik egy kicsit, mindig ki tud teljesedni az adott témában, úgyhogy én abszolút pozitíven tudom értékelni az ő munkásságát. Színnel rajzoltunk, akkor paszteleztünk, olajoztunk, nagyon-nagyon jó időszak volt. Ez egy 2 év volt, itt szépen felépítve, bevezetett a képzőművészetbe. Mindig szerettem tanulni. Ez mindig benne volt, egy kicsit talán a kézműveskedés, mert több mindent is csináltam. Elvégeztem, aztán később egy lámpagyony készítő tanfolyamot, szeretek kötni, horgolni, tehát a festészet az az igazi. Valahogy alkotni, teremteni szeretek. Nagyon szeretem, amikor festek, és egy kicsit olyan kihívás is, és ahogy alakul a kép, azt nagyon élvezem, hogy az elején azt gondolom, ó, hát ezt nem biztos, hogy sikerül megcsinálni, megalkotni, és a végén úgy aránylag tetszik. Az is igaz, hogy sose vagyok teljesen megelégedve magammal. Az amatőr státusz az egy olyan státusz, amiből ha kellő ideje, vagy ha úgy dönt, hogy ezt hivatásszerűen próbálja csinálni, és kellő időt, energiát fordít, kellő alázattal fordul a művészethez, hajlandó tudomásul venni a jó szándékú kritikákat, akkor itt megvan az a lehetőség, hogy átlépjen egy profi státuszba. Akiknél nincs meg az a dilettánsok, az az amatőr és amatőrök alatti, és nem véletlenül mondom az alatti szintet. Ővelük nem lehet mit kezdeni, pökhendiek, beképzeltek, azt hiszik, hogy ők az új Michelangelo, orva szájba festenek, szobornak meg, mit tudom én, mit csinálnak, és hát velük nem lehet mit kezdeni. Ez az amatőr státusz, ez egy egész más státusz, ebben van lehetőség, van fantázia. Itt hát nyilván attól függ a dolog, hogy az embernek mennyi ideje van, mennyi lehetősége van, mennyire akarja tényleg az életét erre rátenni. Szerintem a Kati nem akarja, nem is feladata, ő beteljesíti azt a lehetőséget, ami számára adott volt,
és azt hiszem, hogy ennél többet nem is kell elvárni tőle, szép képeket készít.